Challenger. Űrautó? Nem űrautó. Az egy autó? Persze, hogy autó. Autós műsorban visszerint a turista szalámi. Ez az, hogy most azért mondtam, hogy űrautó. Pici. Challenger, űrjárgány. Vagy... De hogy űrjárgány, Ica? Hát szerinted én teszteltem valaha is a Marson. Hát róla hát nem sose lehet, sose lehet tudni. Né, hát... most már olyan furcsa vagy ma egyébként is. Johann Sebastian Bach. Hát, igen. Ki volt ő? Hát ki volt hát ő? Zeneszerző. Pontosan. És róla is vele? Van autó elnevezve esetleg? Nincs. Azt hittem, hogy zenélő. Nem, róla egy rút szalámi van elnevezve, most mondta. Mi a Bach szalámi, vagy micsoda? Róla csomó pont van elnevezve. Azt mondod, hogy autós műsorban csak autó lehet erre. Most azt mondod, hogy nincs Bach nevű autó, akkor hogy jön ide a Bach? Hát zenélő autó, gondolom, vagy azt mit tudom én? Benne? Zenélő autó az űrből. Johann Sebastian Bach, D-moll, Tokkáta és Fuga című művének újragondolása és a V8-as motor baljós morajlása. Ha hiszik, ha nem, több közös pont is felfedezhető a barokk zeneszerző remixelt muzsikájában és a Dodge Challenger SRT-ben. Például a kokáért mind a kettő félelmetes, és mint ilyet, tisztelet övezi. De a lényeg az alap. Mint ahogyan Bach meghatározó orgonaműve nélkül most nem létezne annak újragondolása, úgy a 45 évvel ezelőtti első Challenger nélkül most nem örvendhetnénk a legújabbnak. Ugyan modern világunkhoz lett igazítva, de az alap, az mit sem változik. És általa a mű örökké való. Fenkölt gondolatmenetemet rövidre zárva, jól passzol ez a muzsika a Challengerhez. Köbcenti V8 500 ló. Adódik a kérdés, kinek és miért? Jön a válasz, nekünk, mert ez jó. Vadonatúj garanciális autó, de azért 500 lóerő hátsó keréken. Óvatosan. Majdnem ötször akkora motorja van, mint egy átlagos, spórolós autónak. Szokták mondani, hogy az amerikai autóknál nem érdemes értelmet keresni, úgyhogy nem is keresek. Miért? Mert ez jó. Ha az alkotói azt akarták, hogy hasonlítson az első Challengerre, akkor gratulálunk, sikerült. Minden egyes négyzetcentiméterre vadonatúj, és mégis mindenhol ott motoszkál benne a múlt. Ragozhatnám még, de ez zseniális. Miközben az európai és japán gyártók mindent alárendelnek a spórolásnak, addig Amerikában ismét hódítanak az izomautók, melyeknek lényegi eleme az ipari kazán méretű motor. Tökéletesen kielégíti a modern ember igényeit, sőt, valahol a sport és a luxus autó között libeg. Van klíma, bőr, rengeteg légzsák és egy kisebb TV méretű érintő kijelző, mellyel bele tudunk nyúlni az autó agyába és megváltoztathatjuk karakterisztikáját. Track módban gyorsulásra vagyunk kihegyezve, egyenesen megyünk, de nagyon gyorsan. Sport módban riszálja a hátsóját, customben pedig olyan autót faragunk belőle, amilyet csak szeretnénk. Egyéb iránt már kis hazánkban is kapható a hatalmas amerikai, és szerviz is van hozzá. Úgy gondolom, maradéktalanul kimeríti a tökös autó fogalmát, melynek ha emberi megfelelőjét keresném, azt mondanám, ő Joe, a veszkó csizmás amerikai, aki hírnevét leginkább sorompó méretű testi adottságának köszönhetően felnőtt filmekben nyújtott Oscar gyalús alakításainak köszönheti.
gyorsan tudtunk leadja, hogy maximális nyomatéka 700 Nm. Gáz, aztán jön a csodálkozó tekintet, meg a tehetetlen test. Tized másodperc alatt ér 100-ra, avagy ültünk már gyorsabb autóban is. De ez más. A Challenger nem egyszerűen gyorsul, hanem mérgesen támad. És ezt az érzést nem igazán lehet máshoz hasonlítani. SRT, Street and Racing Technology, avagy utcai változatba átültetett versenytechnológia. Spórolás ide vagy oda, én bizony örülök neki, hogy már Magyarországon is kapható amerikai izomautó. Eltorzult, ugyanakkor csodás hangon hordítja dühét a világnak, és jaj annak, aki az útjába áll. Végsebessége 300, egyéb iránt. Pokoli járgány, folyton azt súgja, eljött földi életed utolsó napja, hát használd ki. Miért? Mert ez jó. És megint csak rájövünk, hogy a rossz, a mindig tiltott rossz, az bizony sokszor jó. Na nézzük, mi ez? Vitamin, multivitamin. Köszönjük szépen. És kaptam. Ez bevásárlókocsiba való. De nekem nincs meg a teteje. Mindjárt tudok kettővel bevásárolni. Akkor egyet kérek, Léci, egyik az enyém. Nekem nincs? Nincs. Akkor füledbe is jó. Köszönöm. Ennyi volt már a Sportvárda, köszönjük, hogy kibírtak bennünket. Új adással legközelebb egy hónap múlva jövünk, addig is figyeljék az ismétléseket a Sport 1, Sport 2 és Sport M csatornákon. Vigyázzanak magukra. Minden jót, viszlát, és ezt az adást nézzék, mert fantasztikus. De most lett vége. Ezt most hogy nézzék, most lett vége? Ja. 3-ja a Lumár autóüvegfóliák és a Grafiprep autóbevonó fóliák forgalmazója. A műsor támogatója az Isuzu D-Max forgalmazója. Isuzu. Japán. Munka. Erő. Partnerünk a Fortuna BT, a motorfelújítás szakértője. A műsor támogatója az autotveszek.hu. Megtaláljuk a megfelelő autót önnek, legyen az új vagy használt. A Sportverda partnere, dr. Balsai Tamás és csapata Perfect Smile, mert minden egy szép mosolyjal kezdődik.